Szép jó napot kívánok, mindenkit üdvözlök. Czini Zoltán magyar tanár vagyok, Nagybecskereken dolgozom az egészségügyi középiskolában, valamint a Jován Trajkovics közgazdasági és kereskedelmi középiskolában. Ezen a héten én leszek a virtuális magyar tanáratok. A mai órán Jókai Mórral fogunk foglalkozni, egy bevezető órát fogtok hallani Jókai Mórról. A cím Jókai Mór a nagy mesemondó. Nagyon röviden beszélünk Jókai Mórnak az életéről, nem fogjuk túlzásba vinni. Mint látjátok, 1825-ben született és 1904-ben halt meg. Aki jó matekos, az ki tudja számolni, hogy 79 évet élt. Ő jó. Komáromban született és nevelkedett, tehát ez életrajzi adat. Részt vett az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban. A márciusi ifjak egyike volt. Itt szeretném elmondani, hogy Petőfi Sándort is ismerte, bár a későbbiekben megromlott a viszonyuk. Felírtam ide továbbá, hogy országgyűlési képviselő is volt. 1867 után, tehát az osztrák-magyar kiegyezés után, 24 éven át, tehát több mint két évtizeden át országgyűlési képviselő volt, és egy alkalommal Temes vármegye Oravica bányai járását is képviselte. Ezt azért emelem ki, mert ugye ez a Temes vármegye, ennek egy része ma ugye hozzánk tartozik, tehát Bánáthoz. Megemlítem még, hogy tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia igazgatói testületének és a Kisfaludi Társaságnak is. Többek között, ugye. A következő dián Jókai Mór múzsáit tüntettem fel, illetve egészen pontosan két feleségét. Középütt látható Jókai Mórnak a portréja. Jobb oldalról, ugye, illetve egészen pontosan nektek bal oldalról látható Laborfalvi Rózának a portréja. Laborfalvi Róza volt a kor színész királynője, ugye? Érdekességként szeretném elmesélni azt, hogy amikor Jókai feleségül vette Laborfalvi Rózát, akkor hát a szülei nem támogatták ezt a házasságot azért, mert Laborfalvi Róza elvált asszony volt, és az előző házasságából gyermeke is született. A későbbiekben, tehát a másik felesége pedig a fiatal hitves Nagy Bella volt. Ez egy érdekes történet, ugyanis az 1890-es évek közepén Nagy Bella, a 18 éves Nagy Bella bekopogtatott Jókai Mórhoz azzal a céllal, hogy szeretne neki elszavalni egy verset. Ugye az volt a hátsó szándéka tulajdonképpen, hogy színésznő szeretett volna lenni, és Jókainak a közbenjárását szerette volna ehhez kérni. És úgy alakultak a dolgok, hogy Jókainak megtetszett a fiatal lány, és amikor Nagy Bella 20 éves volt, Jókai pedig már bőven 70 felett járt, akkor feleségül vette. Mondani se kell, hogy ez megbotránkoztatta a közvéleményt. Érdekességként elmondanám, hogy ott az 1890-es évek végén a Jókai olvasók egy része el is fordult az írótól, tehát nem vásárolták tovább a regényeit, éppen azért, mert egy nálánál 50 évvel fiatalabb hölgyet vett feleségül. Érdekességként szeretném még megemlíteni, hogy Jókai Mór a Fiumei úti sírkertben hétköznapias elnevezésén a Kerepesi temetőben nyugszik. Ugye ez Budapesten található, tehát ez az egyik legjelentősebb nemzeti sírkertünk. Grandiózus temetésben részesült, Lechner Ödön készítette a ravatalozóját, és itt a képen látható a Jókai mauzóleum. Érdekességként szeretném elmondani, hogy amikor az író meghalt, akkor a sírja nagyon hamar gondozatlanná vált, majd születésének centenáriumára, tehát 1925-ben pályázatot írtak ki egy méltó síremlék felállítása céljából, és ekkor született meg a ma is látható Jókai mauzóleum, tehát itt látható a prezentációban.
Jó, akkor rátérnénk Jókai írásművészetére. Legerőször is, tehát romantikáról és realizmusról fogunk nagyon röviden beszélni. A romantikus stílusjegyeket emelném ki, ugyanis Jókai elsősorban a romantika jegyében írt, bár néhol ugye realista stílusjegyek is megfigyelhetők nála. Tehát romantikus jegyek. A főhősök ábrázolása többnyire egysíkú, ugye? Feltüntettem itt zárójelben, hogy ez azt jelenti, hogy vagy jók, vagy pedig rosszak, ugye? Tehát nincsenek fejlődő hősök, illetve egész pontosan regényeinek többségében nincsenek fejlődő hősök, hanem már előre legyártott figurákat alkalmaz, tehát már a regények elején tudjuk, hogy vagy pozitív, vagy pedig negatív hősökkel lesz dolgunk a későbbiekben. Továbbá romantikus stílusjegynek minősül még az, hogy a hősök valamilyen romantikus ügyért küzdenek, ugye? Amikor a romantikát tanultátok általánosságban, akkor azt mondtátok, hogy a vágyakozó életérzés az csak Németországban jellemzi a romantikát, Franciaországban, Angliában sokkal inkább a tájszemlélet, tehát a tájnak a megjelenítése minősül romantikusnak, úgymond. Viszont itt említettétek még azt is, hogy a dicső nemzeti múlt, tehát a letűnt egykori régi világ, ugye, tehát az arra való visszatekintés, az is romantikus elemnek minősül. És Jókainál ez nagyon gyakran jelen van, ugyanis számos olyan hőst mozgat, akik a valamilyen nemzeti ügyért szállnak síkra. És akkor megemlítem itt még, hogy ugye romantikus a tájszemlélete is Jókainak, zárójelbe írtam, hogy Erdély, mégpedig azért, mert Jókai ugye nagyon gyakran Erdélybe utazott ihletért, tehát ott megszemlélte a csodálatos hegyvidékeket, patakokat, erdőket, többek között a Szegény gazdagok című regénye is, illetve annak egyik szála is erdélyi tájakon játszódik, ezt olvassátok majd el, mert valóban érdekes. Jó, továbbá romantikus stílusjegynek minősülnek még a hatalmas csataképek, tehát történelmi regényeiben számos csata jelenetet is megörökít. Ami pedig a realizmust illeti, tehát történelmi regényei csak részben íródtak realista igénnyel, a meseszövés romantikus elemek bevonásával történik tulajdonképpen. Mit jelent ez? Hát azt, hogy bár történelmi regényről van szó, tehát a történelmi háttér az hiteles, viszont az író fenntartja ugye azon jogát, hogy egy kicsit változtathat a cselekményen, vagy a főhőseinek a karakterét tulajdonképpen kiszínezi. Ami viszont mindenképp realizmus, illetve realista jegynek minősíthető, az Jókainak a paraszt ábrázolása. Tehát amikor a vidéki életet, a népiességet mutatja be műveiben, akkor ezeket mindig realista módon teszi. Ezért mondja Németh G. Béla, nagy jeles magyar irodalomtörténész, hogy a népi és a realista Jókainál egy tőről fakad. Jó. Miért népszerű? Szeretném elmondani, hogy Jókai rengeteget írt, azon kevés írók közé tartozik, akik az írásból meg tudtak élni, tehát nem véletlenül nevezik a nagy magyar mesélőnek. Rengeteget írt, összes művei 100 kötetben jelentek meg. És ez úgy nézett ki egyébként, hogy regényeit többnyire folytatásokban közölte bizonyos napilapokban vagy hetilapokban, és előfizetőjük volt ezeknek az újságoknak, tehát az újságok is jól jártak Jókaival, meg Jókai is az újságokkal tulajdonképpen. Továbbá, cselekményben, fordulatokban gazdag történetek, ugye? Most ha ilyen 21. századi nézőpontból szeretném ezt megvilágítani, akkor Jókai történeteit úgy is emlegethetnénk, hogy spanyol szappanoperák, ugye? Tehát olyan cselekményesek, mint a mai spanyol szappanoperák, és ez ugye az olvasóközönség számára nagyon tetszetős volt.
Lenyűgöző tájleírások, ugye erről már beszéltem az előbb, ugye nem csak Erdély, de ugye a hegyvidékhez különösen vonzódott. És végül itt van a mindentudó elbeszélőnek a szerepe. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a cselekmény felett áll a narrátor, ugye, és ő maga is ítélkezik. Ez miért lehet népszerű az olvasó számára? Azért, mert hogyha az olvasó is azonosul a szereplővel, pontosan úgy, ahogyan a narrátor, akkor a narrátornak ugye nyert ügye van. És úgy is vezeti ugye az író a cselekményt, tehát úgy vezeti fel, hogy az olvasója azonosulni tudjon az ő ítéleteivel. Regényei. Karakterizáltam a regényeit, bár szeretném elmondani, hogy nem szeretem a sablonszerű tehát besorolást, ugye a regények besorolását egy előre meghatározott mód alapján, viszont azért alapjában véve elmondható, hogy jelentősek a történelmi regényei, például az Erdély aranykora, a török világ Magyarországon, a kőszívű ember fiai, a Lőcsei fehérasszony, Szeretve mind a vérpadig és a Fráter György című regénye, de vannak más történelmi regényei is. Valamint vannak még a reformkort tematizáló regényei, az Egy magyar nábob, a Kárpáti Zoltán és a Mégis mozog a föld című regénye. Utópiák, ugye mit jelent az utópia? Tehát valamilyen pozitív jövőkép. Ide sorolható be a Fekete gyémántok, a Jövőszázad regénye, valamint az egészen az északi pólusig. Tehát szeretném akkor még kiemelni azt, ugye, hogy például a kőszívű ember fiai ugye történelmi regény, de ugyanúgy olvasható a Baradlai család történeteként is, tehát családregénynek is minősül, valamint kalandregény is lehet, tehát kalandregényként is olvasható. Nagy betűkkel tüntettem fel a prezentáció alsó részében az aranyembert, mégpedig azért, mert az aranyemberről fogunk a következő órán beszélni, és most ebben nem mélyednék bele, majd a következő órán. Említettem az előbb, hogy Jókainak az összes művei 100 kötetben jelentek meg. Az első ilyen 100 kötetes kiadás az a Nemzeti Kiadás volt, itt fent látható ugye a képsor, ez 1894 és 1896 között jelent meg, tehát a magyar millennium idejében, ekkor még Jókai élt. A másik jelentős kiadás pedig az 1925-ös centenáriumi, ugye a centenáriumi, tehát Jókai születésének 100. évfordulójára kiadott 100 kötetes összes. Nagyon szépek egyébként. Jó, végül pedig szeretném elmondani, hogy én szeretnék egy kicsit hazabeszélni, úgymond, mivel én Nagybecskereken tanítok. Azt mindenki tudja, hogy Kosztolányi, meg Csáth Géza, meg Szabadka, ugye? Viszont azt kevesen tudják, hogy Jókai Mór volt Nagybecskerek első díszpolgára, mégpedig azért érdemelte ki ezt a címet, mivel anyagi értelemben támogatta a református templomnak a felépítését. A képen látható a neogótikus stílusban épült nagybecskereki református templomnak a tornya, ugye? Ez néhány évvel ezelőtt készült fotó. A másik képen pedig egy régi képeslap látható, tehát szintén a háttérben ott a református templom, előtte az Eiffel által tervezett kis híd, és ez a rövidke kis utca viselte valamikor a Jókai Mór nevét Nagybecskereken. Tehát Jókai kötődik Vajdasághoz, kötődik Bánáthoz ilyen szempontból. Házi feladat következik. Nem kell túl komolyan venni egyébként ezeket a házi feladatokat, nem lesznek nehezek. Tehát nézzétek meg, hogy odahaza vannak-e Jókai köteteitek, és melyek azok. Miért kérem ezt? Azért, mert a szüleitek és a nagyszüleitek idejében, illetve ifjú korában Jókai nagyon népszerű volt, és sokan olvasták Jókait, ezért szokták azt mondani, hogy nagyon sok családban van odahaza, illetve fellelhető legalább egy Jókai kötet. Kíváncsi vagyok, hogy nektek van-e ilyen. Illetve
alkalom adtán, majd ha ez a járványhelyzet, illetve járványkrízis ugye véget ér, akkor látogassatok el Nagybecskerekre, ha még nem voltatok, ugye, és nézzétek meg a Jókai utcát. Több más látnivaló is található a városban. Jó, ez volt az első bevezető óra, ugye, holnap folytatjuk az Aranyember című Jókai regény feldolgozásával. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!